Takarítás önkormányzati segítséggel. Tetemes mennyiségű szemét halmozódott fel az utóbbi évek során a határúti cigánytelepen. A kisebbségi önkormányzat a várostól kért segítséget, azt ígérték, ha kapnak konténereket, ők beledobálják a hulladékot, csak szállítsa el valaki. A hétvégén összefogott a lakosság, vágták a füvet, talicskázták a szemetet. A házak mögötti területekre kerül illegálisan kommunális hulladék, amit egyébként a kötelező közszolgáltatás keretében annak igénybevételével kellene elszállítani. És itt nem csak a házak mögötti telek határokon van, hanem ez már átnyúlt másik ingatlanra is. Soltész Gergely éppen a problémás területet mutatja a térképen. A helyszín így néz ki a valóságban. Méteres gaz, alatta szeméthalmok, törmelék. A telepen közel 80-an élnek, korábban a város szállította el a szemetet. A kisebbségi vezető szerint ez egyre ritkább lett, így a hulladék csak halmozódott a házak mellett. Fizete itt valaki szemétszállítási díjat? Hát itt most mivel nincsen. Van, aki fizet, persze. Tehát itt a soron van, aki fizet a hulladékszállítási díjat? Mert itt az eredője, gondolom... Annak idején az önkormányzat fizette a konténereket. Na most nem jött be a kocsi a konténert elszállítani, hivatkozva arra, hogy rossz az út. Hogy gyakorlatilag így egy 20-30 évvel összegyűjt az így olyan szemét. Az önkormányzat most biztosította a konténereket, a lakók pedig vállalták, hogy kitakarítják a házak környékét. Az IRT ígért egy kaszát, nekem is vannak kaszáim, én is oda tudnék adni egyet, és akkor hétvégén sokan ráírnak, akkor összetudnám úgy szervezni a csapatot, hogy szombat, vasárnap, meg még hétfő napon. Ezt úgy összebírnánk ezt takarítani, ami van parlagfű, azt meg levágnánk. Mennyi hulladék gyűlt itt össze, mit lehet tippelni? Hát egy konténerre összejönne. Tehát, hogyha parlagfűvet számítva, akkor meg lesz a két konténer. Mint felvételeinken láthatják, a hétvégén több köbméternyi szemetet szedtek össze a környéken élők. A hivatal környezetvédelmi referense úgy véli, ha fizetne mindenki a szemétszállításért, nem lenne ekkora szeméttelep a házak körül. Soltész Gergely úgy gondolja, egy kis spórolással mindenki elő tudná teremteni a havi 1500 forintot. Sör, Master, Soproni, Fanta, Pepsi, konzerves dobozok, Soproni, Hofbräu. Hadd ne sorom, tehát itt látszik, hogy alkoholfogyasztás is van, dohánytermékeket is fogyasztanak, tehát amik luxus cikkek. Luxus termék. Üdítős flakonok. Üdítős flakonok, bármi. Ezek luxus termékek, és igazából akkor hivatkozik rá, hogy a szolgáltatási díjat meg nem tudja megfizetni. A tisztaság fenntartása az itt élők feladata lesz, hiszen a város csak kivételes esetekben tud így segíteni. Itt ez egy egyszeri megoldást jelent az itt lakók számára, hogy valamilyen szinten rendbe tegyék a saját maguk környezetét. Na most hosszú távon igénybe kell venni a kötelező közszolgáltatást, megfizetni a szolgáltatási díjat. Nyilvánvaló az itt élők anyagi helyzete nem biztos, hogy lehetővé teszi ezt, ezért van támogatási forma, amelyet a szociális osztályon lehet igénybe venni. Sajnos gyakorlati tapasztalatból mondhatom el, hogy az ilyen jellegű helyeken a hatósági fellépés, illetve a bírságolás, bírság kiszabása nem biztos, hogy ösztönző erővel hat. Környezetvédelmi hulladékgazdálkodási jogszabályok egyértelműen kimondják azt, hogy milyen esetben lehet bírságot kiszabni. Ez itt is fönnállna, viszont a bírság kiszabásának egyik úgymond feltétele vagy kritérium, hogy ösztönzőleg hasson a későbbi cselekmény megelőzésére. Ebben az esetben sajnos az anyagi helyzetre tekintettel nem valószínű, hogy ösztönzőleg hatna a bírságnak az összege, esetleg egy magasabb összegű bírság kiszabása. Itt más jogszabályat a lehetőségekkel szükséges arra felhívni, kötelezni a lakókat, hogy a saját maguk lakókörnyezetét rendben tartsák, a hulladékot engedélyen rendelkező átadónak adják át, illetve helyezzék el. Százával pusztulnak a halak a Radnóti utcai Kistóban. Alig egy éve még a rengeteg víz jelentett gondot a környéken, most meg a teljes kiszáradás fenyegeti a tavacskát. A problémára Kelemen Gábor hívta fel a figyelmet. A fiatalember tegnap kisfiával közösen vödörszámra szedte össze a még élő halakat, és elvitték őket a Csetényi parkba. Az elpusztult halak miatt félő, hogy napokon belül iszonyatos bűz terjen majd a környéken. A Kistó tulajdonképpen egy csapadékgyűjtő területként funkcionál, így nincs mód a víz utánpótlására. A problémával részletesen foglalkozunk a Zöld Percek magazin csütörtöki adásában.
az egészségügy aktuális kérdéseiről értekeztek. Előzetesen több mint 100-an regisztráltak arra a házi orvosi és szakorvosi továbbképzésre, melyet ebben az évben a kiskunhalasi Semmelweis kórházban rendeznek meg. Az egész hetes előadás sorozaton többek között korunk népbetegségeiről is tanácskoznak az egészségügyi dolgozók. Ezúttal a kiskunhalasi Semmelweis kórház adott otthont annak a továbbképzésnek, melyen a házi orvosok és szakorvosok előadások és szakmai beszélgetések során fejleszthetik tudásukat. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek kötelező jellegű a tudásukat szinten tartani, ez törvény írja elő. Másrészt a mindennapi gyakorlatban is fontos, hogy napra kész ismeretanyaggal lássuk el a betegeket. A témakörök azok a fontos népegészségügyi szempontból jelentős betegségeket ölelik föl, mint a keringési, kardiovaszkuláris betegségek, a cukorbetegség, a mozgásszervi betegségek. A kórház orvos igazgatója azt mondja, a halasi szakembereknek óriási segítséget jelent az, hogy nem kell vidékre utazniuk azért, hogy részt vehessenek a továbbképzésen. Nagyon nem mindegy, hogy valahol messze Budapesten, vagy Szegeden, vagy akár máshol szállással, utazással történik ez, vagy itt helyben, a munka mellett. Tehát lényegesen könnyebbé, egyszerűbbé válik a továbbképzésük. Másrészt olyan széles rétegű összeállítású ennek a tematikája, amely nem csak a saját szakmáját érinti, hanem az ember rálát olyan dolgokra is, amelyek a mindennapi életben talán egy kicsit távolabb kerültek tőle. Dr. Hajnal Ferenc prezentációja nyitotta az előadások sorát. Mint mondja, igyekezett több témát érintve átfogó képet adni kollégáinak. Milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ebben a nehéz helyzetben azért a színvonalat fönt tudjuk tartani, a nehéz anyagi helyzetet valamilyen módon kezelni tudjuk, az utánpótlásunkról gondoskodjunk. Gyovai István polgármester is részt vett a konferencia megnyitóján. A városatya úgy látja, jót tesz a halasi kórház hírnevének, hogy idén itt rendezik meg a rangos eseményt. Rendkívüli nagy öröm számunkra az, hogy egy ilyenfajta továbbképzést éppen Kiskunhalason rendeznek meg, ami az előzetes jelentkezések alapján közel 100 fős létszámot fog jelenteni. Én úgy gondolom, hogy ezzel is a kórházunk hírnevét öregbítjük, illetve bízom benne, hogy erősítjük azt a szakmai tudást, azt a szakmai jelenlétet, ami erre a kórházra mindig is jellemző volt. A továbbképzés a hétvégéig zajlik majd a Halasi Egészségügyi Intézményben. Mintha tegnap lett volna, pedig már 2 éve történt a tragédia. Ma délelőtt halálának második évfordulóján Gép Károlynéra az Egyesített Szociális Intézmény volt igazgatójára emlékeztek. Rokonok, barátok, volt munkatársak, az intézmények képviselői egy-egy szál virággal a 2009-ben balesetben tragikusan elhunyt intézményvezető emléktáblájánál gyűltek össze. Beszédet Nyilas László, a Szociális Intézmény igazgatója, Gyovai István polgármester és Gép Anikó mondott. Hangsúlyozták, hogy Gép Károlyné példaértékűvé vált munkát végzett, és továbbra is mindennapjaink része. Több hektárnyi területen tomboltak a lángok ma kora délután a régi szeméttelep környékén. A halasi tűzoltók ügyeletére több bejelentés is érkezett. Ezek arról szóltak, hogy tanyák környéke ég, és egy kacsatelep is veszélyben van. A helyi erőket bajai, kiskörösi egységek mellett civilek is segítették, így sikerült megfékezni a tüzet. Itt a Keceli út környékén, nem messze a régi szeméttelептől, több hektáron ég a zavar, illetve az erdő ajnövényzete. Több lakatlan tanya is veszélybe került, a halasi tűzoltók nagy erőkkel igyekeznek megfékezni a lángokat. Kora délután csaptak fel a lángok a Keceli út melletti területen, közel a szeméttelephez. A szél pillanatokon belül tovább terjesztette a tüzet. A halasi, a bajai, a kiskörösi tűzoltók munkáját önkéntesek segítették. Egy kis csapatot Gál István szállított ki a területre. 4 ember, azt mondom, lapát van, ott van, mondom, gyerünk kifelé. És egybe jöttek. Persze, hát egyből kijöttünk. Hamar már jó, el is vett egy lapáttal. A tűz hatalmas részeket érintett, éppen ezért nem volt egyszerű a tűzoltók dolga. Volt, ahol az autógumik lángoltak, volt, ahol a trágyarakás füstölt. A száraz avar és ajnövényzet nem tudott ellenállni a természet erőinek. Végül a beavatkozást siker koronázta. A tüzet körül határolták az egységek. Babud Jenő kiskuhalas tűzoltó parancsnoka azt mondja, kezdetben a bejelentés alapján nem lehetett tudni, hogy mire számíthatnak a tűzoltók a helyszínen. 2 jelzést is kaptunk Keceli út, illetve Alsőregszőlők kapcsán.
hogy nem tudom, libatelepig, vagy tehát nem volt tiszta egészen a riasztása. Kivel láttuk, hogy valóban több tanyát veszélyeztet, nagy területen avar, gaz, erdős, ajnövényzet rét éget, és valóban mind a libatelepet, mind pedig több tanya is veszélyben volt. A fokozatot fel kellett emelni kettes, ez azt jelenti, hogy a halasi tűzoltókon kívül a körös és a bajai tűzoltók is a segítségünkre jöttek. Ennek következtében sikerült a tanyákat és a libatelepet is megmenteni. Új helyet kerestek, mégsem a volt egészségügyi iskola épületébe költözik a tervezett Varroda, mivel itt túl sokba kerülne a felújítás. Az új helyszín szintén a Szent Imre utcában van, a volt kereskedelmi iskola földszintjére esett a választás. A céggel ma délelőtt állapodtak meg. Mégsem a Szent Imre és a Köztársaság utca sarkán a volt egészségügyi iskola egykori épületében kap helyet. A várhatóan kezdetben 50-60, majd a tervek szerint később még több főt foglalkoztató halasra települő Varroda. Így megnyugodhatnak a szomszédos társasház lakói is, akik pár hete még aggodalmuknak adtak hangot. A munkahely megteremtésnek körülünk, mert kevés munkahely van Kiskunhalason, de annak nem, hogy a város közepibe, ahol lakók vannak, bennünket meg se kérdeztek, és ide akarnak telepíteni egy 60 személyes, közös bejárattal lévő munkahelyet. Az új helyszín kiválasztásában a lakók panasza mellett az anyagiak is közrejátszottak. Az árajánlatok kérése után kiderült, hogy itt túl sokba kerülne a felújítás, ezért inkább a volt kereskedelmi iskola épületének a földszintjére esett a választás, ami szintén a Szent Imre utcában található. Mind a fűtés, mind az elektromosság, illetve egyéb festőmunkák, padló felújítás tekintetében ezeknek a nagyságrendje a 10 millió forintot jóval meghaladta volna. Az illető vállalkozó ezt a nagyságrendet sajnos nem képes megfinanszírozni. Éppen ezért az elmúlt hetekben újabb helyszín után kellett néznünk. Ez a helyszín, ami végső soron kialakult, egyébként is a városgazda üzemeltetésében, kezelésében a számára átadott épületről van szó. Ez a kereskedelmi iskolának a főépülete, Szent Imre utcában. A volt kereskedelmi iskola épületének felújításába korábban már belekezdtek, hiszen ide költözött volna a Városgazda ZRT, de pénzszűkében leálltak a munkálatok. A Varrodával egyelőre 2 évre kötnek megállapodást. A vállalkozó számára megmutattuk az épületrészt, és ez neki kedvező helyszínnek bizonyult, és ráadásul a tekintetben is kedvező, hogy az üzem számára történő átalakításhoz meglehetősen alacsony költségre van már csak szükség. Ennek a nagyságrendje valahol 1-1,5 millió forint között feltételezhető. Némi elektromos kiegészítésre van szükség, illetve a fűtési rendszernek az átalakítására. Itt pillanatnyilag láthatóan semmi olyan körülmény nincs, ami akár az ott lévő lakosságot zavarná, akár bármilyen közlekedési, megközelítési vagy egyéb problémát jelentene, tehát valóban a legkedvezőbb helyszínről van szó. Természetesen arról továbbra sem tettünk le, hogy a város üzemeltetés egy későbbi időpontban erre a telephelyre átkerüljön. Itt elsősorban a fizikai munkavégzésről, illetve a telephelyről van szó, annak érdekében, hogy a jelenleg működő telephelyet felszabadítsuk és hasznosíthatóvá tegyük. Új tanév, új osztály. Elindult a Szűcs iskolában a magyar-angol 2 tannyelvű képzés. A kicsik ennek keretében több tantárgyat is angol nyelven tanulnak. Újdonság a tehetséggondozás elindítása is. A nyáron megszépült több terem és vizes blokk, de bútorokkal és aktív táblákkal is gazdagodik az intézmény. Good morning! Good morning! Sit down, please! Épp angol órán vannak a Szűcs iskola kis elsősei. Az intézményben idén elégedettek a beiratkozottak létszámával. A nyáron némi korszerűsítést is el tudtak végezni. Festettek, 3 tanterem, mosdók és szociális helységek újultak meg. Elkészült a technika terem is. A konyhasarokban lehet sütni, főzni, palacsintát készíteni, ami már most látni, hogy a diákok egyik kedvence lesz. Nagy örömömre a város általános iskolái közül egyedül nálunk ebben a tanévben nő a tanuló létszám. Erre nagyon büszkék vagyunk. Az idei nyáron
egyedülállóan 26 gyerek iratkozott be hozzánk, tehát egy osztálynyi gyerek. Nagyon meglepődtünk mi magunk is rajta, hiszen a márciusi beiratkozásunk is jól sikerült, és a nyáron még ilyen sokan jöttek vidékről, illetve a város más általános iskoláiból. A másik változás, hogy két kollégát alkalmazni tudtunk a megszorítások ellenére, rehabilitációs járulék terhére adminisztratív dolgozót, illetve pedagógiai asszisztenst vettünk föl. És a harmadik, amit fontosnak tartok, hogy a városi közhiedelemmel ellentétben évek óta csökken iskolánkban a cigány származású tanulók száma. Egy tanterembe, a természettudományos szaktanterembe új bútorzat került, teljes végleges formáját elnyerte ez a tanterem, ahol most állunk, ez a technika szaktanterem, illetve újabb számítógépek kerültek a könyvtárba, és internetezési lehetőség is van a gyerekek számára. És egy régóta húzódó pályázat segítségével újabb aktív táblákat fogunk kapni, illetve számítógépeket az ősszel még. Hello, what's your name? Dorina. Hi, Dorina. A Szűcs iskolában újdonság, hogy elindult a magyar-angol tanítási nyelvű osztály, és elindul a tehetséggondozás is három területen. Két olyan dolog van, ami teljesen új ebben a tanévben. Egyrészt beindult a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás. A gyerekek heti 5 órában, csoportbontásban angol nyelvet tanulnak, idegen nyelvi lektor segítségével, aki a kiejtésüket korrigálja, illetve a technika és rajzórákon is szintén csoportbontásban két tannyelven tanulják az anyagot. Tehetséggondozó programunkat is most kezdtük kidolgozni, és nagyon reménykedünk abban, hogy nagyon sok tehetséget tudunk ennek kapcsán felfedezni iskolánkban. Három területen indul a tehetséggondozás, az idegen nyelv, a dráma, illetve a képzőművészet. Ha a programunk elkészül, akkor feltehetőleg pályázatokon tudunk részt venni, és erre az anyagi forrásokat is megteremteni. Reggeli káosz az iskola előtt. Már többször kért segítséget emiatt a rendőrségtől és a polgárőrségtől a Szent József Katolikus Általános Iskola igazgatója. A rendőrség közlekedési osztályának vezetője úgy véli, a legtöbb problémát éppen a gyermekeket autóval iskolába szállító, szabálytalankodó szülők okozzák. Reggeli csúcsforgalom a Szent József Általános Iskola előtt. Az intézménybe közel 500 gyermek jár, a szülők jelentős része autóval hozza őket. Éppen ez okozza a legtöbb gondot. A szabálytalanul megálló, parkoló autósok miatt az intézmény igazgatója már többször kért segítséget a rendőrségtől és a polgárőrségtől. Minden alkalommal probléma az, hogy a 3-4-8 időszakra való beérkezésnél a gyerekek ide érjenek. Úgyhogy a legnagyobb problémát sok esetben az okozza, hogy a szülők, hogy úgy mondjam, a rendszabályoknak a betartását hát próbálják egy kicsikét nyírbálni, és éppen ezért néha konfliktusok, illetve szerencsétlenebb helyzetek alakulhatnak ki. A rendőrségnek nincs elég embere a forgalom időszakos irányítására. Nagy Őrnagy úgy véli, odafigyeléssel és a szabályok betartásával megoldható lenne minden. Körülbelül 300 szülő hozza gyermekét, és ugye ők okozzák ezt a forgalmi káoszt. Tehát egy ilyen extrém helyzet alakult ki véleményem szerint, tehát az iskolába járó gyermekek szüleitől kell megvédenünk a gyermekeket. Az intézményben mindenre felhívják majd a szülők figyelmét. Az Őrnagy úrral arról beszéltünk, hogy a mostani szeptemberi kezdési időszakban néhány napig rendőrt biztosítanak a számunkra az átkelő helynek a megfigyelése szempontjából. Utána erre a problémára, hogy mondjam, mi is felhívjuk a szülők figyelmét a mai szülőértekezleten is, és kérjük őket az előbbi gondolatoknak a betartására. Aztán pedig egy hónap múlva újra visszatérünk erre a kérdéskörre az Őrnagy úrral azzal kapcsolatosan, hogy miféle változások következtek be. Nagy Őrnagy azt mondja, ha lejár a türelmi idő és nincs változás, kénytelenek lesznek büntetni a szabálytalankodókat. Körülbelül egy hónap türelmi idő után, októbertől áttérünk, ha nem érünk el eredményt, áttérünk arra, hogy szankcionálni fogunk, és ezt nem úgy fogjuk megtenni, hogy ide ki fog állni egy rendőr, hanem rejtetten le fogjuk kamerázni a forgalmi szituációkat, és a szabálysértők ellen eljárásokat fogunk kezdeményezni. Tehát az úgy nem tudunk eredményt elérni, hogy kint van a rendőr, mert akkor, akik szabálytalankodnak, általában nem szabálytalankodnak, hanem akkor próbálnak szabályosan megállni. De én remélem, hogy erre nem fog sor kerülni, mert nem az a célunk, hogy itt a szülőket bírságoljuk,
hanem azt szeretnénk, hogyha mindenki ezt megérteni, és a közlekedés szabályok betartásával közlekedne. Új vezető és új tervek a Kiskun Kutatóközpontnál. A halasi székhelyű vetőmag termelő és forgalmazó céget pár hónapja az alapító Szemir Radi fia irányítja. Az új stratégia a minőségi és árpolitikában mutatkozhat meg, nyilatkozta terveiről. A nagymúltú Kiskun szakmai napokat idén is megrendezik, a megnyitó ma délelőtt volt. Mezőgazdasági kereskedelmi cégek képviselőinek és a szakmát tanuló diákoknak idén is nyílt napokat tart a Kiskun Kutatóközpont. A társaság életében jelentős változások kezdődtek, tájékoztatta az érdeklődőket a cég új vezetője. A megfiatalodott cégvezetés új stratégiával dolgozik, de támaszkodva a régi szakemberekre. 4 hónappal ezelőtt én vettem át a cég irányítását, és jelenleg én vagyok a Kiskun Kft. Ügyvezető igazgatója. Az elmúlt lassan fél évet azzal töltöttük, hogy megvizsgáltuk a cég jelenlegi helyzetét, a piachoz, gazdákhoz, termékpalettához való viszonyát, és hát azt állapítottuk meg, hogy jelentős változtatásokra lesz szükségünk, és jelentős átalakításokra minden tekintetben. A Kiskun Kutatóközpont az új stratégia keretében például egyszerre várhatóan kevesebb terméket és fajtát tart majd a piacon. Úgy vélik, ez a termelőknek is könnyebbé teheti a döntést a vetőmagok között. A béraktározás területén is szeretnének erősíteni, hogy még jobban kihasználják a kutatóközpont meglévő kapacitásait. A génmódosítás problémája is szóba került a szakmai napon. Elhangzott, hogy a Kiskunnál egyetértenek az állam azon törekvésével, hogy az országban ne engedjék be ezeket a termékeket, mert a génmódosítástól nem várható jelentős termésnövekedés, az pedig nincs igazolva, hogy van-e káros hatása az ilyen kukoricának. Érdemes megnézni, hogy a termékenyülés az utolsó pillanatig a csutkán minden egyes szemhely ki van használva, mindegyik szinte olyan. Ez őt szarra ne ér. Igen, és hát ebbe az időbe is ilyen. Igen. A kutatóközpont tenyészkertjét is megmutatták a látogatóknak. 1985 óta vetik ezen a helyen a különböző fajtájú és tulajdonságú kukoricát. A Kiskunnál is tapasztalják a mezőgazdaság visszaesését, és a mostanában szélsőséges időjárás is jelentősen befolyásolja a termést és az árakat. Az állattartóknak már egy ideje nagy gondot okoz a takarmány magas ára. Nagy változás ezen a téren várhatóan most sem lesz. Évek óta inkább csökken a vetőmagok és a takarmányok piaca. Vetésterülete sajnos az állattartással együtt mozog ez a két dolog, ami szintén visszaesőben van. Az idei kukoricárakról azt tudom mondani, hogy elég kedvezőek voltak, különösen a tavasszal, tehát a takarmány kukorica tonnáját nagyon kedvező áron lehetett értékesíteni, tehát akinek volt raktározási kapacitása vagy rendelkezésre álló mennyiségek, azok tisztességes haszonra tudtak szert tenni, tehát megérte kukoricát raktározni és eladni. Az idei termés állítólag nem lesz annyira jó, tehát megint az várható, hogy magasan marad majd a kukoricára, a takarmány kukoricára. A szakemberek úgy vélik, az idei termésnek a minőségével nem lesz gond, inkább a mennyisége marad majd el a vártól. Nem csökkent jelentősen a tanulók létszáma a kollégium bezárását követően. A 2011-12-es tanévben többek között egy új szakirányjal bővült a II. Rákóczi Ferenc szakközépiskola oktatási kínálata. Az intézmény igazgatója azt mondja, az előző tanév végén több évtized után bezárt kollégium lakói közül a legtöbben továbbra is az intézmény diákjai maradtak. Órára sietnek a II. Rákóczi Ferenc szakközépiskola diákjai. Az oktatási intézmény igazgatói posztját ettől az évtől Téglás László tölti be. Mint mondja, örül annak, hogy az iskola idén is fejlesztéssel kezdheti a tanévet. A legnagyobb büszkeségünk az, hogy a szakképző évfolyamon a jól ismert 3 szakképzésünk mellett az informatikai vonalon egy új szakot indítottunk, ez a KEDKEM informatikus szak, és hát pillanatok alatt el is keltek a helyek erre a képzésre, teltházzal indult ez a szakképzésünk, és hát reményeink szerint így lesz ez a jövőben is. Mint arról júniusban híradónkban beszámoltunk, az előző tanév végén több évtizedes működés után be kellett zárni az iskolához tartozó kollégiumot. A II. Rákóczi Ferenc szakközépiskola igazgatója azt mondja, ez a lépés szerencsére nem járt a tanulói létszám csökkenésével.
nem tapasztaltunk létszámváltozást, bár az is igaz, hogy az előző évekhez képest a halasi és a halas környéki települések diákaránya a 9. évfolyamon némiképpen változott. Jellemzően 60%-a volt a diákjainknak kiskunhalasi és 40% vidéki. Ez a 9. évfolyam megfordult, tehát ebben a pillanatban, ha lenne kollégiumunk, sokkal nagyobb létszámmal tudtunk volna indulni. Nem csak új igazgató, új csengőhang is várt a tanulókra szeptember első napján. Jelenleg egy kolomb jelzi az óra elejét és végét, ám az intézmény vezetősége most egy pályázatot írt ki. A diákoknak lehetőségük nyílik egy saját iskolai csengőhang megkomponálására. Az előző csengetési rendszerünk a tanév kezdésre nem állt össze, a nyár folyamán tönkrement ennek a vezérlése, és hát megpróbáltunk valami újat húzni a kalapból, és hát ez lett az eredménye, gyakorlatilag már a holnapra kellett kitalálni valami megoldást. Ez lehetne például a jelzőcsengetés. Az óra vége előtt 5 perccel van egy jelzőcsengetés. Ennek a hossza, hogy nagyjából egy 5 másodperces hang legyen. Az órák végét és elejét jelző hang viszont egy hosszabb csengetés, ez olyan 10 másodperc környéki hosszúságú legyen. És hát a lényeg az, hogy nem zenéket várunk, igazából inkább ilyen szignálszerű hangokat. Vannak tanulók, akik már is kaptak az alkalmon, és elkezdték megtervezni az iskola új csengő hangját. Nagyon örülök, hisz így végre más lesz, mint ez a kolomb végre, és kiderül a suliban, mégis kinek van ehhez tehetsége. Én nem tervezek nagyon semmit, maximum egy fütyülést összerakni. A szignálokat e-mailben vagy személyesen lehet eljuttatni az iskola stúdiójának munkatársaihoz. Megkezdődtek a halasi szüreti napok. Sok árus, sok fellépő és már most sok érdeklődő van a főtéren. 32. alkalommal tartanak ilyen mulatságot a városban. Idén egy új szervezőcsapat dolgozik a szüreti napokon. Az idei rendezvényen nagy hangsúlyt kap a hagyomány, és sok újdonság, érdekesség várja a látogatókat. Rázendítettek a zenészek, megérkeztek az árusok, és a látogatók száma is egyre gyűlt már a délutáni óráktól Halas központjában. A hagyományőrző vásáron több mint 100 kézműves kínálja a portékáit, az ország minden részéről, de még Erdélyből is jöttek árusok. Az előzetes jelentkezések alapján több mint 110 kézműves árus fogadta el a meghívásunkat a halasi szüreti napokra. Ennek mi nagyon örülünk, és úgy néz ki, hogy sikerült azt az elhatározásunkat megvalósítani, hogy kézműves kirakodó vására legyen végre, hagyományőrző vására legyen a halasi szüretnek. Én azt gondolom, hogy igazából mindenféle mesterség felelhető, tehát a fafarogótól kezdve a bőrösökig, a cipőkészítőkig, különböző ételesek, sajtkészítők, tehát igazából minden, ami szemszájnak ingere, azt gondolom, hogy megtalálható. A sok standnál van mivel ismerkedni. Melyik tudod, hogy micsoda? Ez bocsi. Ezzel tudod, hogy játszottak régen? Rád a így? Megfogta így a kisgyerek, és úgy szaladt le. A hétvégén különböző kiegészítő programok is várják a látogatókat, és a szervezők azt ígérik, hogy most is lesz bőven. Ehhez egy nagy szőlőprés is kikerült a főtérre, de érdekesnek ígérkezik a kecskefogat is. A gyerek birodalomban ott fajátszótér lesz, ami már félig meddig ismert halasiak számára voltak ők már itt Halason. Annyi, hogy sokkal több játék lesz most kint, tehát az a játszótér az a gyerekeknek a rendelkezésére fog állni. Azon fölül elfogadta meghívásunkat egy érdekesség, egy kecskefogat is látható lesz, az már a szombati napon lesz itt a téren. Ott ponilovagoltatás, állatsimogató, illetve egy kecskefogat, ami mondom érdekességként lesz itt, és azt is ki lehet majd próbálni a gyerekeknek. Én emlékszem, még gyerekkoromból, ugye akkor igazából folyta most minden irányba menet idején és egyébként is a téren. Mi ezt szeretnénk most egy kicsit visszahozni, tehát a menet során is lesz mustosztás, több kocsiról fogják osztani a mustot, illetve hát a téren is tervezik, hogy legyen majd muskostolási lehetőség. A vasárnap késő délutáni tartó mulatságon 3 színpadon egymást váltják majd a fellépők. Több olyan csoport is bemutatkozik, akiket eddig még nem láthattunk. A legjobban várt esemény minden esztendőben a szüreti felvonulás, melyben idén különösen sok fogat és lovas vesz részt. Megközelíti az 1000 főt a felvonulóknak a létszáma,
És hát az talán az érdekessége, hogy kimondott a hagyományosra terveztük ezt a dolgot, tehát a felvonulók mindenképpen ezt fogják képviselni. Ami még nagy látványosság lesz, hogy körülbelül 40-50 lovaskocsis, fogatos és hátas lovas sok fognak részt venni ebbe a dologba. Ezt gondolom, hogy egy nagy látványosság lesz. A résztvevőket 13 órára hívtuk össze a vasútállomáshoz. A megszokott helyről fog indulni, 13 óra 30 perckor, és az útvonala a Kossuth utcán fogunk végighaladni, egész a Köztársaság utcáig, ott jobbra fordul a menet, majd a Táncsis utcán a mozi és a múzeum között fog beérkezni a főtérre a felvonulás. Meglepetések is lesznek majd, ám hogy ez mi lesz, azt nem árulják el a szervezők, csak azt, hogy sötétedés után kell majd figyelni.